Április 20-án számos rendezvényt tartottak a Föld napja alkalmából a Művészetek Házában. A konferenciateremben a környezetvédelemmel foglalkozó helyi civil szervezetek mutatkoztak be, majd a Cibri és a Kis Cibri énekegyüttes lépett fel. Nagy sikert aratott Kenéz Árpád Állati Növénykert című könyvének bemutatója, de népszerű volt a Zöld Híd autója is. A rendezvény sorozat megnyitóján Tóth Tibor alpolgármester arról is szólt, hogy a tavalyi siker után idén is lehet pályázni a Tiszta Udvar Rendes Ház címre. A programban minden család és társasház jelentkezését várjuk, ahol különösen odafigyelnek a tisztaságra, de hangsúlyos elemként jelenik meg a fenntarthatóság, illetve a környezetvédelem követelményrendszere is. Én hiszek és bízok abban, hogy a jó példa ragadós lesz, ezért azt várjuk a programtól, hogy egyre többen a szomszédok példájából tanulva fordítson a különös figyelmet szűk lakókörnyezetükre. Engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, és itt buzdítsak mindenkit arra, hogyha lehetősége engedi, akár társasházban lakik, akár családi házban, vegyen részt a programban és adja be a nevezését. A jeles nap alkalmából tartották meg a kézen fogva a természettel rajzpályázat eredményhirdetését, ahol Balog Ádám, a Szent Imre iskola diákja ért el első helyezést. A program sorozat keretében volt filmvetítés a Gigszer ifjúsági klubban, és a kicsik meghallgathatták a Katánk zenekar koncertjét is.